Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagy öröm számomra, hogy Marti Barna Darna Mester társaságában tarthatjuk ezt a Darna beszédet. Kérek mindenkit, hogy az Om Nám mantrával kezdjük el, ahogy szoktuk a mai estét is, hapcsang, és 7-szer az univerzum mantráját a maga tisztaságában közösen mondjuk el. Köszönöm szépen. Nagyon sokan azt gondolhatjuk, hogy az önvaló az valami absztrakt dolog, holott akik zen gyakorolnak, tudják, hogy ez csak megnevezés. Igazi önvalónk nem tudható, hanem tapasztalható. És ahogy azt Ildikó bevezetőjéből nagyon jól hallhattátok és érezhettétek egyszerre, ez a tapasztalás elhozza számotokra azt a tudatot, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ezen minden név csak címke, minden forma csak esetleges. És mégis ezen lényeg tapasztalása nélkül nem látjuk tisztán az igazságot. Nem halljuk tisztán a hangot. Nem érezzük tisztán az étel ízét, mert szétgondolkodjuk a tapasztalást. Tehát először is az önvaló a lényeg, másodjára az önvaló az igazság, de amire nagyon-nagyon figyelnünk kell, és a világnak ezen a táján újra kell tanulnunk, hogy az önvaló az a cselekvés, a működés. Mikor teszünk igazi önvalónk szerint? Okozunk-e felesleges szenvedést másoknak, magunknak? Tényleg a nem kettősség útján járunk-e, ahol eltűnnek a korlátok, eltűnnek a mesterséges határok? Tehát itt a legnagyobb tanítás az, hogy cselekedd az önvalót. Hogy a helyes cselekvés az, amely a nyugalom, a harmónia, az együttérzés és a bölcsesség állapotába juttat. De ennek ára van. Ez az ár a saját téves nézeteid gyűjteménye. Ez az ár a kapzsiság és harag leküzdése. Ez az ár az a tisztán látás, amivel itt és most belül és kívül látod, milyen szavakkal élsz, vagy milyen szavakat hallgatsz. Milyen érzelmeket táplálsz, és milyen érzelmeket fogadsz el. Milyen gondolatokat gondolsz, és milyen gondolatokat hiszel el. Milyen cselekedetekkel élsz, és kinek tűröd el a cselekedeteit. A zen tehát végtelenül egyszerű, de ebből az egyből van a 10 000 jelenség. A zen mindig a gyökerénél kezeli a fát, de a fának 10 000 levele van. A jelenségvilág múltbéli, jelenbéli és jövőbéli teljes folyama ebben a pillanatban van. Ezért, hogyha meg akarod ragadni a karmádat, kézbe akarod venni az élet és halál munkáját, akkor ebben a pillanatban kell teljes értékűen jelen lenned.
nem elveszni a múltban, nem aggódni a jövő miatt, és nem keresni alternatív jelent. Nem felállítani mesterséges határokat, amelyek mögé elbújunk, hogy én erre képtelen vagyok, én ezt nem tudom megtenni, nem tudom kigondolni, nem tudom kimondani, és nem merem érezni. És hogyha nem hiszed el a saját dualisztikus elméd illúzió teremtését, akkor vagy az igazság talaján. Akkor tudsz helyesen felismerni. Akkor látod a helyzetedet megfelelően, akkor veszel föl kapcsolatot megfelelően, és akkor cselekszel megfelelően. Ez segít hozzá a zen. És úgy fent. Hallgatunk. Hát elem nélkül hallgatunk. Az elemet, ha nem cseréljük le, ha nem töltjük fel, akkor a legjobb akarattal is egy bizonyos pontig tudunk eljutni, egy bizonyos teret tudunk bevilágítani, egy bizonyos teret tudunk beszólni, azaz hangunkkal befogadni, és akkor kész. De mi a helyes? Mi a hely? Minek van helye? Ahogy a határon átjövünk és visszamegyünk, mi az, ami belül valami teret nyer? Általában, amikor új határokat akarunk kívül átlépni, legyen az extrém sport, vagy legyen az diszidálás, érdemes azért megnézni, hogy mi az, ami elől belül úgysem tudunk elmenekülni. A menekülés alapú keresés általában valamiféle olyan szembesüléssel ér véget, ahol a körülmények megváltoztatása már nem nagyon segít. A körülményeket, hogy hol vagyunk, hol nem vagyunk, kik vannak körülöttünk, kik nincsenek körülöttünk, egyrészt választhatjuk, másrészt teremthetjük. Mekkora teret fog be a mi jelenlétünk? Hol ér véget? Valahol a kerítésnél? A szomszéd már nem fér bele? Vagy hol ér véget? Valahol a Kárpátoknál, ahol már a Partium nem fér bele? Vagy Európánál? Vagy Amerikánál? Vagy az univerzumnál? Miért elégszünk meg egy egyre limitáltabb énségtudattal, ami egyre jobban fáj, mert egyre jobban súrolódik a környezettel? Nem muszáj. És ez a felismerés, hogy nem muszáj, ez ugyanúgy tud felkavaró lenni, mint hogy felszabadító. És az, hogy erre milyen választ adunk belül, na ez a mi dolgunk. Ez lehet a mi felelősségünk. Legyen az Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Budapest, az ember jön-megy. De belül mi az, ami mindig ugyanaz marad? Mi az, ami ez? Mindegy? Vagy nem mindegy? A jorik és a lenni vagy nem lenni olyan alapkérdések, amik valahonnan innen születtek. Ó, szegény jorik, mindenki is egy Hamlet tartja, vagy Hamletben, ahogy egy koponyát tartanak a kezükben, és akkor nézzük, hogy na akkor mi ez? A lenni vagy nem lenni, az mire irányul? Az, hogy mi ez, az merre visz minket. És talán sokszor egy még fontosabb kérdés a mi ez mellett, hogy hogyan. Mert az, hogy pillanatról pillanatra milyen hozzáállással, milyen tartalommal, milyen energiával, és néha milyen technikai segítséggel haladunk az életben, az határozza meg azt a bármilyen
végső célt, ami ha csak egy porszemet nézünk, akkor is látjuk, hogy nem lehet végső, mert ugye a por és a lényeg áthatják egymást. Semminek nincs vége. Tehát minden most van. Mi az, ami most kezdődik? Ennek a határai hol vannak? Nem tudom. Megköszönöm Marti Darma bevezetőjét, és megköszönöm Heidrich Ildikó bevezetőjét, és tisztelettel várjuk a hallgatóság kérdéseit. Mi a különbség az illúzió, a fantázia és a képzelet között? Most mit látsz? Embereket. Embereket? Most mit fogsz? Mikrofont. Ezek az emberek és a mikrofon azonos vagy különböző? Különböző. Hiba. A mikrofon az egy szó. Az emberek az szintén egy szó. Ezeket a szavakat rámondjuk dolgokra, hogy úgy érezzük, hogy erősebbek vagyunk a nem tudomnál. Azért mondjuk ki, mert azt szeretnénk, hogy az absztraháló és kognitív hozzáállásunk az valahol egy ilyen birtoklási helyzetbe kerítsen minket, és már nem állunk meg itt arra, hogy azt mondjuk, hogy te hülye vagy, nem állunk meg, előhúzunk egy kést is, és elkezdünk kaszabolni. De még itt sem állunk meg, hanem elkezdünk a múltban is turkálni, hogy már a tegnap is hülye voltál. Elkezdünk még a holnapba is vetíteni, hogy még már holnap is biztos, hogy hülye leszel. És ez például az a negatív spirál, amit szépen a múltra, jelenre és jövőre tagolt tudatot összehozza a jelenben egy negatív teremtő előjellel. Ugye mondjuk azt, hogy múltra, jelenre és jövőre tagolt tudat nem érheti el a felébredést. De a jelen pillanatban benne van a múlt is, benne van a jövő is. Minden itt van, most, ebben a pillanatban. Az, hogy te egy általános igazságot szeretnél, hogy a képzelet, az illúzió és a valóság között mi a különbség, ezt, hogyha mondjuk el tudnám mondani neked, amit nem tudok, akkor is te mit érnél ezzel? Mit teszel te azért, hogy ez a pillanat tiszta legyen, és ez a pillanatot ne az illúziók, ne a képzelet, ne a félelmek, ne a vágyak működtessék, hanem az, ami van. Helyese a helyzet felismerésed? Helyese a kapcsolatteremtésed? És ennek nyomán helyese a cselekvésed? Pillanatról, pillanatról, pillanatra. Ez az, ami számít. Amellett lehet regényeket írni, lehet mindent csinálni, szórakozni, de ezt nem tudod elkerülni. Ezt a pillanatot nem tudod elkerülni, a következőt csak akkor, hogyha ebben a pillanatban helyes kapcsolatot alakítasz ki a helyes szituációval és a helyes cselekvéssel. Nem tudok ennél jobbat mondani neked. Nagyon szépen köszönöm. Tudsz főzni? Igen. Akkor a szakácskönyv számodra illúzió, vagy sem? Nem szoktam szakácskönyvből főzni. Gondoltam. Nem úgy tűnsz, mint akinek szakácskönyvre van szüksége. Ki gondolod, hogy mit főzöl? Igen. Az a gondolat illúzió, vagy sem? Nem illúzió. Mitől nem az? Szerintem nem érzésből jön. Azért nem az, mert meg tudod tenni. Akkor valós a gondolat, hogyha mögötte a képzelet kreativitással valóságot tud teremteni. Fel tudsz szállni a holdra? Nem. Akkor az erről szóló gondolkodás valós? Nem valós. Miért nem? Mert nem tudom megtenni. Így van. Tehát, hogyha az érzékszerv fölöttit át tudod hozni az érzékszervibe, akkor valós. Akkor valós. Hogyha absztrakcióban marad, hogy hallottad, csak képzelet marad, és nem tudod megtenni, akkor illúzió. Akkor illúzió. A valóságba áthozott, meddig marad valós? Meddig marad valós az, amit főzöl? Meddig megfőzöm, nem?
Nem, ameddig meg nem eszik lehetőleg. És képzeld el, megfőz és eltűnik. Hát az milyen dolog? Anyuka, hát terített volt az asztal. Mi lett? Hát mihelyt elszállt, azon nyomban illúzió lett, mert a vacsorára már csak visszagondol, ugye, másnap reggel, amikor főkkel. Úgyhogy nézd meg, hogy meddig marad az érzékszerviben, a láthatóban, a hallhatóban, az ízlelhetőben. Addig valós, és utána illúzió. Tessék a gyász folyamatokra figyelni, jó? Nem tudod a halottat visszahozni, csak az emlékét őrizheted és tisztelheted. És amíg tudod, hogy az emlék, addig rendben vagy. Ha azt hiszed, hogy a lelkével beszélsz, az a baj. Rendben? Igen. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Következő kérdés. Mit tudjunk tenni a fizikai test korlátaival, az anyagi lét korlátaival? Szeretnéd, hogyha 2 méter hosszú karod lenne? Nem. Nem. Annyira örülök. Akkor tényleg ott belül rendben van egy csomó minden. Kiderül, hogy ez a test, amit fölvesz a lélek, ez bár tisztítandó, fejlesztendő, néha etetni, itatni kell, ez így jó, ahogy van. Tehát ahhoz, hogy az emberi léleknek itt a Földön meglegyen a működése, ahhoz ez az emberi test pont jó. Beszéltél az anyagi lét határairól. Miket szeretnél kitolni? Hát korlátok. Bankbetét? Hát itt például már csak az, hogy fizikai testben vagyunk, már nem vagyunk annyira szabadok. Mi a szabadság? Hát tehessünk, amit éppen akarunk. Persze ehhez nem vagyunk elég tudatosak, de... Nem azt teszed, amit akarsz? Nem mindig. És ez a test korlátja? Az anyagi világ korlátja? Hát én úgy érzékelem, hogy igen, időnként. Tehát ha más lenne a tested, akkor több mindent tehetnél? Ha nem lenne testem, akkor fizikai testem, akkor talán szabadabb lennék. Rossz hírem van, akkor nem lennél életben. Az élethez test kell. A léleknek, a szoftvernek fel kell venni a testet, a hardvert. A halál nem szabadság. Máshol vannak a korlátok, mint az életben. De azt elgondoltad, hogy miért vesszük fel ilyen szomjasan, ilyen akaratosan ezt a testet? Naponta 100 000-ek születnek elképesztő helyzetekbe, borzalmas körülmények közé, és mégis megteszik. Miért kell ez? Kiderül, hogy enélkül nincs élet. Szem nélkül nem látsz, fül nélkül nem hallasz, nyelv nélkül nem ízlelsz, bőr nélkül nincs tapintás, nincs öröm és fájdalomérzés. Szanszkritul ez a létszomj, tanhá, így hívják. És a karma belső feszítése, az akarat vektora téged pont ide hozott. Tehát a test eszköz, ha jól fogod föl, és akadály, ha nem jól fogod föl. Hol van a valódi korlát? Hát valószínűnek tartom, hogy az elmében. Ott-ott. És mi az? Gondolom egy tévhit. Mi a tévhit? Na, jó helyen vagy. Hát mikor nem a valóságot gondoljuk valóságnak. Na látod, nem a testtel kell itt törődni, hanem az elmével. Hogy válasszuk el az illúziót a valóságtól. Akkor tudjuk a korlátainkat szépen meghaladni, leküzdeni. Oké? Köszönöm szépen. Ezt látod? Igen. Meg tudod utánam csinálni? Igen. De hogyan? Hát letükrözöm. És minden sejtet tudsz, hogy hol továbbítódik az idegpályákon, először a szem, valami feldolgozza, valami letükrözés, utána reprodukálod, és ez még csak egy új, és milyen csodálatos. Emiatt háborúk törnek ki, ami nem csodálatos,
hogy emiatt, vagy emiatt, vagy emiatt. Mikor, mi miatt? Ez mi miatt tör ki? Ez új miatt tör ki? Nem. Vagy a róla alkotott kép, a hozzáfűzött gondolat, érzet? Hát a hozzáfűzött kép is gondolat, érzet. Tehát induljunk ki, csak ebből nagyon nagy segítség tud lenni a test. Mert hogyha valaki fejbe vág egy bottal, akkor azt úgy érzem. Ha én magamat vágom fejbe, azt is érzem. És éppen ezért az érzékelés nagyon jó. Az észlelés nagyon jó. És pontosan azért jó, mert ebben legalább valamelyest meg tudunk bízni egy bizonyos pontig. Tehát az, hogy a test korlátait, a testet meg akart haladni, hát akkor foglalkozz a testet korlátaival. Menj el addig, amíg tudsz. És nézd meg, hogy a következő nap meddig tudsz, és a következő nap meddig tudsz, és a következő nap. A nap, mint nap. Mondjuk nyújtasz. Mennyi idő az, amíg pont annyira nyúlik ki, amennyire szeretnéd, és utána mi történik? Tehát elmentél-e te a korlátaidig? Tehát mielőtt szabaddá szeretnél válni, megtetted-e azt, hogy tényleg fókuszáltan, kitartóan beleteszed az energiát? Ha megnézel egy kisgyereket, hogy mennyit botlik, mennyit esik addig, amíg két lépést meg tud tenni, rengeteg türelem kell hozzá, rengeteg kitartás és nagy összpontosítás. És ezt mikor megtanuljuk, azt gondoljuk, hogy megtanultunk járni, megtanultunk enni, megtanultunk szobatisztának lenni, és akkor ez így elég is. De biztos, hogy elég? Biztos, hogy ennyire képes a test, az érzés, a tudat? Általában nem igazán megyünk el addig sem, amíg ez az adott test lehetségessé teszi. És azért nem megyünk el odáig, mert valahonnan szeretnénk, ha más elvégezni helyettünk a munkát. De a munka alapvetően mindig egyéni. Tudunk egymásnak segíteni, de végső soron ez, hogy te napról napra mennyit teszel azért, hogy egy kicsit jobb, kicsit tisztább, kicsit helyesebb légy, ez az, aminek a sokszoros összeadása végül számíthat. És a többivel pedig nem érdemes foglalkozni, mert erre is kevés legtöbbször egy élet, hogyha meg szétosztjuk ezt, akkor meg pláne. Tehát csak tedd, csak nézd meg, hogy hol van a korlát, és csak azt halad meg odafigyeléssel, tiszta érzékeléssel, összpontosítással, pillanatról pillanatra. És még boldogság is lehet egy kis melléktermék. Köszönöm szépen. Következő kérdés. Ott, tessék. Hogyan kapunk egy karmát, ha az a feladatod, hogy bizonyos dolgoktól szabadulj meg, oldd meg a karmádat, hogyan ismered fel, hogy ez az, amit meg kell oldanod? Hogy honnan kapjuk a karmát? Hát a karmaboltból. Ezt szoktunk menni bevásárolni, és veszünk egy kis zöld karmát, piros karmát, puhát, lágyat. Na, hol van ez a karmabolt? Hát itt van. Itt is van. Tehát a gondolataink, az érzéseink, a cselekedeteink, a szavaink, ezek valahonnan jönnek, valameddig maradnak, és valahová mennek. A legfontosabb tanítás Európában, főleg ezen a szegletén, hogy ezt a karmát mi teremtjük, mi döntjük el, hogy mit gondoljunk, mi döntjük el, hogy mit érezzünk, mi döntjük el, hogy mit teszünk. És éppen ezért felelősséggel tartozunk, hogy mit gondoltatunk a másikkal, mit éreztetünk, mit mondatunk, mit tétetünk, vagy műveltetünk a másik emberrel. A karmát azt nem valahonnan kapjuk. Azt mi csináljuk. A karma azt jelenti, szó szerint, hogy a kör, mint kar gyökből, a szanszkritból származik,
Ez a cselekedet, annak eredete és annak következménye egyszerre. Itt Európában azt hisszük, hogy valami vagy valaki kontrollálja a sorsunkat, és megkapjuk a végzetünket. De a zen az a kezdők szellemével él, hogy most mihez kezdesz ezzel a testtel és lélekkel. Milyen valóságot teremtünk egymásnak. Milyen karmát szeretnénk teremteni, miért szeretnénk megtartani, és miért szeretnénk letisztítani vagy elpusztítani. Ez itt a kérdés. És csak is lélek és test tudatosságunk magas szintjén tudjuk a karmánkat kézbe venni, másokét tolerálni, másoknak segíteni. És ennek a foka nagyon jól látszik. Rosszul állunk, mint emberiség. Észrevettétek, hogy minden ember azt mondja, hogy boldog szeretnék lenni? Minden ember, én jó ember vagyok. Én segíteni szeretnék. És kimész, és így nézzünk ki. Nyisd ki a körzőt. 100 kilométer? 1000 kilométer? 2000 kilométer? 8000? Rajzolj egy kört a földön. Mind jó emberek vannak. Mind a szeretetet keresik. És mi történik? Mi történik az országukban? Mi történik a családjukban? Mi történik a párkapcsolatukban? Mi történik a saját lelkükben? Hol a hiba? Ezt hívjuk avidjának, vagy nem látásnak. Nem látjuk, hogy mit teszünk. Nem látjuk, hogy mit mondunk. Nem halljuk a saját szavunkat és a másikét sem. Nem vagyunk tisztában a gondolatainkkal és az érzéseinkkel sem. És ez a nem látás, ez a vakság, a tudatnak ez a mélységes elsötétülése, ez az oka annak, hogy ezt tesszük egymással, hogy ilyen világban élünk. Nincs külső kontroll, nincs külső meghatározottság, nincs megírt sors, nincs fix végzet. Tudatszintednek megfelelően, ha látod és kézbe veszed a karmádat, akkor egyre inkább olyan döntést hozol, hogy látod a szenvedés okát, megszüntetését, és a megszüntetés útján haladunk, ahelyett, hogy még többet okoznánk egymásnak. Érdekes módon a karma meglátása az az elmével való nem azonosuláson múlik. Tehát nem azonosulsz az illúzióiddal, nem azonosulsz a duális, énes gondolkodásoddal. Úgy látod a világot, ahogy van. Úgy látod a másik embert, ahogy van. Úgy látod magadat, ahogy vagy. És ezért mondja a zen, hogy ne hozz létre semmit, ne ragaszkodj semmihez. Lásd meg, hogy az ég kék és a fű zöld. Egyszerű és tiszta. És ebben a tükörben látszik a valóság úgy, ahogy van, belül és kívül is. Ekkor tudunk egymásnak segíteni. Köszönöm szépen. Tehát, ha jól értettem, egy rövid mondatban azt jelenti, hogy emeljem a tudatossági szintemet, és akkor sikerül a karmát megoldani. Így. És ezért tenni kell. Ezt így értettem. Ezt elgondolni csak nem lehet, ezért tenni kell. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Hányszor kell arra gondolni, hogy lélegzel? Ahhoz, hogy tényleg ne fulladj meg. Nem kell. Elég, ha lélegzel. Mert az... A lélegzet ugyanolyan karma, mint bármi más. A karma az tulajdonképpen csak működés. Nem végzet, csak egy okozati összefüggésen alapuló működés. És hogy ezt az okozati összefüggést, ezt hajlandóak vagyunk-e végigmenni az úton, mint az imént volt a kérdés, hogy a testünk határai, hát észreveszed-e azt, hogy például mikor vakarod meg a jobb füledet? Lehet, hogy akkor vakarod meg a jobb füledet, amikor valami olyat hallasz, amit valamikor egy tanár beléd vert, hogy most már azért viselkedjél rendesen. Tehát állandóan messze akkor magasztos és elkülönített helyeken akarjuk ezeket a dolgokat keresni, hogy karma, boldogság, megvilágosodás, lehetőleg minél messzebb, de ezek itt vannak az orrunk előtt. És éppen ez az, amit legtöbbször nem látunk, hogy mi történik az orrunk előtt, és ami történik, azt nem látjuk, hanem ráteszünk valamit.
és ez legtöbbször csak további karmát szül. És ezért van az, hogy karmát meglátni, nem azonosulni vele, ez ugyanolyan feltételhez kötött, mint ahogy a mikroportba beletenni az elemet. Tehát bizonyos energiaszint nagyon ajánlott ahhoz, hogy az elemlámpával az erdőben próbáljuk világítani, azaz a karmánkkal próbáljuk foglalkozni. És ugyanakkor a paradox az, hogy amit teszel, az pontosan úgy, ahogy van, az úgy elég is lehet. Csak tedd rendesen. Tedd odafordulóan, tedd figyelemmel, tedd oda az energiát, és akkor észre fogod venni pillanatról pillanatra, hogy mikor működik valamiféle idegen mechanizmus benned, és mikor van az, mikor tényleg megvan az a tiszta, télszerű, tükörszerű, nyitott tudat, ami még innen is bemehet a kocsmába, és onnan is elkerülheti a kocsmát, ha akarja. És ez pedig a saját felelősség. És például egy ilyen döntés, hogy eljössz egy ilyen beszélgetésre, ez valamiféle felismerés valószínűleg megelőzte, mert nem láttam, hogy bárki berángatott volna ebbe a terembe téged. És ez is pontosan elég. Köszönöm szépen. Meddig fog fokozódni a lopás, csalás és a hazugság a világegyetemben? Addig fog fokozódni a lopás, a csalás és a hazugság, igen, amíg lopsz, csalsz és hazudsz. Mikor elég? Amikor elég volt, akkor megszűnik. Amíg nem elég, addig marad. Következő kérdés. Itt az imént hallottunk 7-szer egy mantrát, vagyis hogy elmondták. Miért? Azért, hogy idehozzunk mindenkit ebbe a pillanatba. Tehát, amikor mantrázol, akkor előbb-utóbb, akár ilyen rövid idő alatt is, kiürülnek azok a gondolatok, amelyek nem idevalóak. Nem rosszak, nem jók, csak nem idevalóak. És ha tényleg figyelsz ebben a pillanatban, akkor minőségi a jelenléted, és minőségi az élményed. A tanítás mindig jelen van, akár itt, akár odakint, akár a családban, akár a kutyától. De ha nem vagy jelen, és nem figyelsz, és nem válsz egyé a pillanattal, akkor olyan rossz minőségű a tapasztalásod, hogy egyszer nem veszed észre, nem fogod föl. Tehát ez egy harmonizáló, tisztító és a jelenbehozó gyakorlat. Semmi egyéb. Elváltsági státusban mit kell tenni egy páros karmáért? Hát ha valaki független, vagy elvált? Hát szerintem, ha valaki elvált, akkor független. Hú-hú! Sok van még hátra. Ajajajajaj. Kigyulladt a Nino lámpa a Sunim fején. Hát igen, ezt a válás, hát eleve az, hogy megszülettünk, az sok generáción keresztül egy csomó mindennek kellett ahhoz történnie, és egy csomó ember, egy csomó felmenő él rajtunk keresztül. De az elválásnál meg egy csomó dolgot együtt töltöttünk valakivel, és egy csomó időt, és ebben az időben, hát amit mi azonosulásként érzékelünk az életből, akármennyire mondjuk, hogy zen vagy nem zen, bizony, ami elváláskor az olyan, mintha egy darabot így kitépnének belőlünk, mert egy darab egyszerűen eltűnik, leszakad rólunk. De az, hogy ez a szakítás, ez a válás, ez mennyire tudatosan történik, ez körülbelül az a különbség lehet, mint mondjuk letépi a cséplőgép a karunkat, vagy már le kell valamiért vágni, és akkor elmegyünk egy szakorvoshoz, sebészhez, és akkor amputálja érzéstelenítéssel. Az eredmény ugyanaz, viszont hosszú távon nem biztos, hogy annyi szenvedést okoz. Tehát nem mindegy, hogy az milyen tudatminőség, mindkét oldalról milyen tudatminőségben történt meg, és mi marad belőle bennünk, és mi az, amit létrehozunk ennek folyamán. Tehát ez a válás, hogy valóban egy függetlenség lesz-e belőle,
Az, hogy feltetted ezt a kérdést, valószínűleg még ott vannak feldolgozni valók benne. Ami nem jó, nem rossz, az a lényeg, hogy te mennyire látod át, mennyire fogadod el, és az elfogadás és a beletörődés itt nem mindegy. Mert a törődés az egy szűkülő térben egyre nyomottabban, egyre töredezettebben és nehezebben való létezés. Ez a magyar nyelven szépen tükröződik, hogy beletörődsz valamibe. Vagy van a másik, az elfogadás, aminek az eredménye külső szemmel szinte ugyanaz, csak az elfogadás, ott már rájöttél, hogy nem vagyok azonos se a partneremmel, nem vagyok azonos a múltammal, a gondolataimmal, az akkori érzelmeimmel, pláne nem vagyok azonos, és ez, ami van, ez az, ahol kapcsolatot tudok teremteni újra. És akkor tudok kapcsolatot teremteni tisztán, hogyha valóban létrejött ez az legalább önmagammal egyben vagyok. Tudok egyedül lenni, ugye tudunk ketten együtt magányosak lenni, tudunk ketten együtt egyedül lenni. Érezzük, hogy milyen különbség van a kettő között. Hogy amikor egyedül is tudunk lenni a partnerrel, vagy amikor vele is magányosak vagyunk. Az egyik egy hiány alapú, a másik pedig egy teljesség alapú hozzáállás. És ennek a felismerését, hogy ez a teljesség érzet, ez honnan jön, hol lehet beengedni a pillanatba a teljességet. Na ehhez például egy praxis, egy gyakorlat nagyon sokat tud segíteni, és úgy, hogy lehet, hogy nem lesz kellemes az elején, de legalább hatásos lesz. Köszönöm szépen. Így. Következő kérdés. Létezik egy gyógyulás olyan értelemben, amit az orvos tudomány már beskatujázott egy bizonyos kritériumok alá. Beteg vagy? A lelkem azt mondatja, hogy nem, de egyébként igen. A lelked beteg vagy a tested? A lelkem is és a testem is. Mi a baja a lelkednek? Most jelen helyzetben semmi. Akkor nem vagy beteg? Mi a baja a testednek? Hát a múltban voltak következményei, a depresszióim voltak meg, de most, ha jelenben vagyok, ami nehezen megy, de megy, akkor nem vagyok beteg. Gratulálok, mert megtaláltad az orvosságot, ami nem gyógyszergyárfüggő. Tehát amilyen mértékben ebben a pillanatban tudsz lenni, olyan mértékben egészséges vagy. Mert az egyévválás tapasztalata ebben a pillanatban, és csak is ebben a pillanatban lehetséges. Tehát a múltban ezt nem hallod. A jövőben nem fogod hallani. Most hallod. A gondolkodás az megteremti a múlt, a jelen és a jövő abstrakcióját, az elvont képét. És ez annyira illuzórikus, hogyha itt valóságot keresel, akkor energiát veszítesz. Érzések ugyanez. És ez az energiaveszteség a depresszió. Szó szerint, amikor elveszíted az energiát, ez a depresszív állapot. Amikor összenyomod az energiát, ez a kompresszió. Amikor valami más, vagy te magad elnyomod a feljövő energiát, ez az opresszió. Tehát a második és a harmadik fogalom, ez nem egy orvosi titulus, pedig kéne. Elfolytásnak szokták mondani szipológusul, de az opresszió, oké? És amikor ezekre rájössz, akkor abba hagyod a gondolkodás dédelgetését, félreteszed az elmének az energiazabáló tevékenységét, és visszajössz ide. Nincs az a kémia, amelyik ezt meg tudná neked adni. Ezt mentálisan, ha megcsinálod, akkor az autonómiát helyreáll, a függő viszony megszűnik. Oké? Oké. És akkor nem tolod a lélekbetegségét rá a testre. Mert nem az a baj, hogy
a lélek beteg, hanem az, hogy annyira beteg, hogy rátolja a testre, és ezáltal még inkább emlékezteti magát a saját sérülékenységére, a saját tökéletlenségére, a saját függő helyzetére. És ha ebben elmerül, akkor a testet is nehéz gyógyítani, meg a lelket is. Úgyhogy itt és most mi ez? Úgyhogy ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. És ha ez a pillanat nem tiszta, semmi sem tiszta. Ez a különbség az egyé vált egész így egészséges állapot között testileg és lelkileg, és a széttagolt, diszharmonikus, alacsony energiaszintű, alacsony tudatállapotú, tehát beteg állapot között. Úgy is tudunk őrültek lenni, hogy kívül nagyon normális az a kép, amit a világra árasztunk. Oké? Szungszenszonyomat megkérdezték, mi az őrület? Azt mondja, mindenki ragaszkodik a karmájához itt bent, az önképéhez, a gondolataihoz, a duális harákolásaihoz. Ha nagyon ragaszkodik, nagyon őrült, ha kicsit ragaszkodik, kicsit őrült, ha egyáltalán nem ragaszkodik, akkor nem őrült. Na tessék otthon kicsit diagnosztizálni, jó? Még egy annyi eszembe jut az egészről, hogy nem kell túlságosan messze nézni, ahogy az emberek, az emberiség a történelem során milyen motivációkat fogadott el, mint életkörülmény, mint életcél. És nem kell túlságosan mélyen belegondolni ebben és analizálni, hogy meglássuk, hogy általában egy nagyon agresszív, paranoid, birtokláscentrikus, tehát egy nagyon beteges emberi hozzáállás nőtte ki magát, és lett úgymond a normalitás alapja a világban, és ehhez mindig hozzátesz valamit. És ezt elfogadja szépen normálisnak. És többek között azért, mert elfogadja a saját fogalmait, mert már ezt mondták a nagyapáink, mert stb. A régiek jobban tudták, elfogadjuk, hogy a szenvedés a szenvedés. Nem véletlen az, hogy ugye keresztre szegezett emberrel van tele a tér Európában. Valamiért ebből talán a szenvedésből talán tanulunk, talán tudunk kapcsolódni, de nem úgy tűnik. Ráteszünk dolgokat, ráteszünk általában fogalmakat, és azt mondjuk, hogy depresszió, és abban a pillanatban, hogy azt mondjuk, hogy depresszió, már úgy is érezzük, hogy na, ezt akkor kategorizáltuk, elmondtuk, orvosilag definiáltuk, és akkor már tudjuk, és ha tudjuk, akkor azt már tudunk is valamit kezdeni. De végső soron mindig csak te tudsz kezdeni bármivel valamit. A fájdalom, az fájdalom. Az nincs appelláta. De a szenvedés, az már a te felelősséged. A külvilág mindig más lesz, egy picit mindig megpróbál így vagy úgy terelgetni, talán sikerül, talán nem, de az, hogy belül ebből te mit hozol létre, az a dolgoknak általában a saját energiaszintednek általában a nagy százalékát az teszi ki, amit te sztoriként melléírsz, és amit te reakcióként belül adsz rá. Tehát ha ezeket pillanatról pillanatra látod, akkor egy picit a fogalmiság mellett úgy meg tudod nézni, akkor, ahogy Szuni mondta, most mi van? Jelen pillanatban hol fáj? Fáj a térdem, még mindig fáj a térdem, elmegyek egy ortopéd szakorvoshoz. De az, hogy figyelem, hogy észreveszem, az már legtöbbször a nagy részét a szenvedésnek csak a koncentrált figyelem, a nyitott figyelem, a mi ez, az legtöbbször csak ez úgy félreteszi. És nem lehet megúszni dolgokat, de a dolgokhoz való hozzáállást azt lehet alakítani, és ebben is tud segíteni egy befele forduló, központ erősítő praxis, amilyen például a zen. Nem az egyetlen, de hát mi ezt tudjuk ajánlani erre. Köszönöm szépen. Következő kérdés. Egyre többször veszem észre azt, hogy olyan dolgokat teszek, vagy úgy beszélek, vagy úgy cselekszek, mint valamelyik szülőm. És nem feltétlenül
jó vagy kellemes, azt észreveszem sem számomra, sem a családom számára. Mit tudok csinálni, hogy a gyermekeimet megvédjem attól a rossz szokásoktól, amit én láttam a szüleimtől, és valószínű, hogy ők is ugyanúgy látták az ők szüleitől, vagy nagyszüleitől. Mert úgy veszem észre, hogy az miatt rengeteg szenvedés volt a családban, és meg szeretném védeni, vagy ki szeretném védeni azt, hogy mondjuk a gyermekeink ezek miatt szenvedjenek. Amikor mész az utcán, meg tudsz állni? Igen. Mikor állsz meg? Általában, amikor akarok. Nem akkor, amikor kell? Hát, mikor kell, akkor megállok. Amikor kell, akkor meg is akarsz állni, így van? Igen. Ezt kell megtanítani a gyereknek. Piros lámpa, megállunk. Zöld lámpa, megyünk. És meg kell nézni, hogy ezt apáink, nagyapáink hol rontották el. Tehát van egy ilyen szakszó, hogy transzgenerációs karma, és ennek a termékei vagyunk mi, annyiban, amennyiben nem látjuk át a sajátunkat. De ha a saját karmádat átlátod, azt is látod, hogy az apád ebből mit adott, édes jó anyád mit adott, nagyszülők mit adtak. Minden ember áll testből és lélekből. A léleknek több rétege és funkciója van. Most csak hármat említek, fogalomalkotó tudat, megkülönböztető tudat, emlékező tudat. Ebben az emlékezőben van eltárolva minden karma, életekről életre. A megkülönböztető teszi ezt énessé, vagy éntelenné, jóvá, vagy rosszá. A fogalomalkotóban kapcsoljuk össze a szavakat a jelentéssel, a tárgyal esetleg, tehát ez zenbot. De ez a tárgy nem tudja, hogy zenbot. Ezt mi tudjuk, mert magyarok vagyunk. Angolul zen stick. Azt az angol szászok használják. Tehát, hogyha megnézed, akkor hatalmas eszköztárad van. Meg tudod nevezni, meg tudod különböztetni, tudsz rá emlékezni, vagy el tudod felejteni. Így tudod kezelni a karmát. És megérezheted például a megkülönböztető tudatosság, hogy most az apám szólt belőlem. Most a nagyapám szokásait viszem. És meglátod, hogy ez szenvedéshez vezet-e, vagy sem. Ezért tudjuk a szüleink erényeit megtartani, továbbadni, és azt, amire nem vagyunk büszkék, azt pedig nem adjuk tovább. Magunkban megszüntetjük az ezzel való azonosulást. Elkerülhetetlen, hogy meglásd, hogy te miért születtél a családodba. Mi volt az a karma, ami téged odahozott, és nem a szomszédba. És ez nem bűntudat, nem önfelmentés, sem egyik, sem másik szélsőség, hanem az okozatiság, azaz a karmának a helyes látása. És ekkor meg tudod köszönni a szüleidnek azt, amit tovább viszel, mert erényes boldogsághoz, szeretethez vezet, és hátra tudod hagyni azt, amely szenvedéshez, vaksághoz, bezártsághoz vezet. Ezt meg kell tudni különböztetni, le kell tudni magadról választani, és ott kell tudni hagyni, ahonnan az vétetett. Ha ezt magadban elvégzed, akkor a gyerekeid tudata már megváltozott. A saját belső világod termékei ők azért születtek hozzád, mert te és anyuka olyan karmával bír, amilyennel. És akkor nem csak az a kérdés kerül helyre, hogy én miért születtem oda, és mit tanultam, mit adhatok tovább, hanem az is a helyére kerül, hogy a gyerekeim, a gyerekem miért született hozzám, és mi a dolgom vele. Mivé akarom, kivé akarom nevelni, úgyse fog teljesen sikerülni, de a szándék nagyon fontos. Hogy itt tessék ezt szemlélni, kézbe venni, meghálálni a szülőknek, amit meg lehet, megbocsátani azt, amit meg kell, és ezzel a tanulsággal tovább menni, és amit így lehet, továbbadni. Köszönöm. Szívesen. Egy pici lábjegyzet jut nekem eszembe, hogy
ne akard megmenteni, megvédeni a gyerekeidet, mert abban a pillanatban elindul egy olyan duális mozgás benned, ami már elítéli a saját tettedet is, meg valahol a gyerekedet is beskatujázza, szűkíti a teredet. Az, hogy ezt megláttad, az oké, okay, de látjuk azt, hogy a kirekesztés elleni mozgalmak mennyire kirekesztőek lesznek például egy idő után. Pedig azt mondják, hogy ők tényleg csak a befogadás és elfogadás mellett teszik le voksukat, de közben meg azért, hogy ezt a abszolút és helyesnek vélt nézetet a másikra ráerőszakolják, akkor is, ha az nem akarja. Lásd például vérmes vegánok, akik elvágják a torkot, hogyha tejterméket eszel. Tehát látjuk, hogy a duális gondolkodás az legtöbbször nem segít ennek a meghaladásában. És az a mozdulat, hogy te ezt már megláttad, és felismered, és valamelyest átlátod, az már elég ahhoz, hogy te úgyis biztos vagyok benne, hogy a legjobbat teszed, amit tudsz. Ne akar jobbat tenni. Ne akar jobb ember lenni most, mint amennyire tudsz, mert akkor már legyártasz egy olyan képet, aminek nem tudsz megfelelni, senki nem tud megfelelni, te is szenvedsz, és a külvilág is szenved. Ezért van, hogy ha valaki éhes, adj enni, ha valaki szomjas, adj inni. Ezért van ennyire leegyszerűsítve ez a kicsi zen paradigma, mert ezekből az egyszerű dolgokból áll össze az élet. Köszönöm. Következő kérdés. A megbocsájtásról szeretnék kérdezni. Az őszinte megbocsájtás nem a hétköznapi életekről szóló, hanem hogy lehet megbocsájtani az erőszakot, a pedofiliát, őszintén megérteni és megbocsájtani. Szeretnél-e megszabadulni ettől, akár mint áldozat, akár mint elkövető? Áldozat. De szeretnél-e megszabadulni ettől az áldozati szereptől? Igen. Akkor meg kell bocsátani, amit elkövettek ellened. Különben megkötöd, utána bosszút akarsz állni, és utána elkövetővé válsz egy másik módon. Meg kell látni azt a tudatot, amely ezt elkövette ellened, és meg kell látni azt, hogy ezt miért tette. Nem tudod a teljes életrajzát megismerni, nem szabad az oldalára állni, mert akkor magad ellen cselekednél. Minden karmának van indító oka. És a legfontosabb az a kérdés, hogy egy ilyen esetben te követtél-e elhibát, vagy sem. Hogyan történt mindez? Vajon előfordult-e, hogy akár egy töredék százaléknyi esetben is, de hozzájárultál ahhoz, hogy ez történt? Egy kisgyerek hogy tud hozzájárulni? Úgy, hogy oda született. Azokhoz a szülőkhöz született. És ez nagyon komoly korábbi életekben megalapozott karma, amely nem ment föl senkit a bestialitás alól. De meg kell látnod azt, hogy ezt hogyan tudod orvosolni magadban. És ez az orvosság, a bölcsesség és az együttérzés. A bölcsesség a rálátás az okozatiság működésére, az együttérzés pedig megérteni annak az embernek, vagy embereknek a tudatát, akik az elkövető szerepében voltak, de előbb-utóbb áldozatok lesznek. Mert a karma körbe jár. Ha ragaszkodsz az áldozatisághoz, akkor elkövető leszel előbb-utóbb. Ha valaki ragaszkodik az elkövetőséghez, előbb-utóbb áldozat lesz belőle. Ezért kell nagyon odafigyelni erre, hogy te hogyan tudsz kikerülni ebből a paradigmából, ahol ez újra és újra ismétlődik, abból a rendszerből, amely megörökíti ezt a karmát. És hogyha ez tényleg gyerekkorban és a családon belül történne, ez meg hogyan történhetett mindez, és én miért születtem oda? Nem ment föl senkit, sőt,
Áldozat és elkövető egyaránt azon kell, hogy dolgozzon, hogy hogyan ne váljok újra áldozattá, hogyan ne váljak újra elkövetővé. Az az élet teljes és tiszta, ahol sem elkövető, sem áldozat nem vagy, de ezt naponta megszegjük. Naponta elkövetők leszünk, naponta áldozatok leszünk. És hogyha ezt meg tudod szüntetni magadban, és nem válsz áldozattá, és nem leszel elkövetővé, akkor látsz ennek a karmának a működésére. Akkor tudod valójában kivenni az énség gyökerét, az azonosulás gyökerét. Egy trauma addig ismétli önmagát, amíg teljesen tudatossá nem válik. Addig ismétlődik a ciklus, amíg te a tudatosság által uralmi pozícióba nem kerülsz, és azt mondod, hogy elég volt. Visszatérek ide, a nem keletkezés és nem megszűnés pontjába, ahol minden keletkezik és megszűnik. Visszatérek abba a tudatba, amely nem teremtett még semmit. Nem teremtette meg az áldozatot és az elkövetőt. És akkor elég volt. Akkor sikerül megszabadulni, de előtte nem. Előtte ismétlünk, mert még nem látunk tisztán. Még mindig magunkat vagy másokat okoljuk. És az okozatiság műve még nem teljes. Nagyon sok gyakorlat kell ahhoz, hogy belül ezeket a karmákat fájdalom és öröm nélkül lássuk. Úgy, ahogy azok vannak, ahogy azok tényleg keletkeztek. Lássuk azokat az érzelmeket, gondolatokat, szavakat és tetteket, amelyek ide vezettek bennem és a másik félben vagy felekben. Nagyon nagy bátorság, nagyon nagy hit és nagyon mély kérdés kell, hogy mi ez, honnan jött. Ki vagyok, hová megyek, milyen karmát hagyok magam mögött, mit építek fel magam előtt, és hogyan nem válok újból elkövetővé vagy áldozattá. Ezért kell ebbe a pontba visszatérni. Ezért kell tisztán látni. És ez, hölgyeim és uraim, gyakorlat nélkül nem megy. Különben a saját körünket futjuk újra és újra, évről évre, életről életre. És az igazi kérdés mindannyiunknak, hogy mikor elég. Köszönöm. Szívesen. A bűntudatról szeretnék kérdezni, hogy ez a dolog mennyire európai vonásunk, vagy egyesek vonása, vagy megfigyeltem azt, hogy a bűntudat marad, csak a tárgya változik. Ennyi lenne. Miért érzel bűntudatot? Most per pillanat? Most bűntudatot érzel? Most nem. Szépen eltávol, hogy a bűntudat. Még egy kicsit kis terjesztetted, hogy Európa. Az már nem lehet, hogy Közép-Kelet-Európa. Az már túl közel van. A bűntudat. Szappanopera. Ne beszélj a bűntudatról, ebben a pillanatban mi van belül. A bűntudat az alapvetően, hogyha egy felismerés, hogy valahol hibáztam. Hogyha, mint mondtad, a tárgya változik, de közben a bűntudat valamiért megmarad, akkor egy picit mélyebbre kell menni. A gyakorlat által lehet mélyebbre menni. Általában a bűntudat az nem jó, nem rossz. Tehát, hogy felismered, hogy hibáztál, az oké, a bűntudat már túl sok, az, hogyha már nem érdekel, az meg túl kevés. Tehát azt az egészséges mértéket, hogy mint amikor biciklizel, ugye egyik felé se dőlsz el, másik felé se, a közepet tartjuk. Hogyha a bűntudat nagyon elkezd kibillenteni, és nagyon meghatározóvá válik, akkor például nem ülsz az első sorba, hanem a második sorba ülsz. Mint ahogy ezt Kelet-Európában nagyon-nagyon szeretjük. A bűntudat egy kicsit a felelősséget ki is helyezi magadon kívül, mint ahogy ezt a kérdésedben te is többszörösen megtetted, hogy a bűntudat. Fel kell ismerni a felelősséget, fel kell ismerni, hogy ha hibáztál, hogyan javíthatod ki,
tedd is meg, és ez magát a bűntudatot jó esetben haszontalanná teszi. Tehát kiveszi belőle az energiát, mert már az a bűntudat, az a valami elvégezte a dolgát. És utána te is mehetsz utána dolgodra. Ez nem ilyen egyszerű, mint amit elmondtam, mert ugye egyéni karma, páros karma, csoport karma, ez mind benne lehet ebbe a dologba, de ez mind itt ebben a pillanatban, most a mikrofon mellett, te ezzel most kezdtél valamit. Mosolyogsz, tehát ebben a pillanatban nincs bűntudatod. Ha lenne bűntudatod, akkor esetleg akkor nézd meg, hogy mi ez, honnan jön, és akkor azt szerint cselekedj, de csak ott, ahol körülötted vannak, mert ott van az, amivel dolgod van. Az, hogy tegnap mi volt, két szomszéddal odébb mi van, az ebben a pillanatban nem a te dolgod. Köszönöm szépen. Következő kérdés. Hogyan válhatok zen gyakorlóvá, vagyis hogyan taníthatok tőletek, vagyis mi a következő lépés? Csinálni kell. Okay. Szeretnéd csinálni? Szeretném. Hát akkor jó hírem van. Marosvásárhelyen elég áldozatos munkával és nagyon komoly kitartással Krisztián, Julianna és Laci gyakorolnak, de évek óta. És itt van Nelly is, és mások is, akik támogatólag viszonyulnak ehhez. Tehát nem kell a semmiből elkezdeni valamit. Már van. És ez azért nagyon komoly lelkesedés kell, kitartás kell, és most szeretném megköszönni mindazt a munkát, azt a gyakorlatot és azt az áldozatot, amit hoztatok érte, hogy ez működik. Úgyhogy lehet meditálni közösen is, ez a közös gyakorlás, ez felcserélhetetlen. Zungzhan Szonyim ezt úgy szokta mondani, hogy itt nyugaton mindenki egyénileg szeretne gyakorolni, de keleten közösen gyakorlunk. Olyan, mint amikor a krumplit, bele, itt pityókának mondjátok, bele öntitek egy hatalmas nagy vajlingba, arra vizet, és egy ilyen rúddal, egy ilyen zembottal megkavarjátok, és akkor a vízben a krumpli, a sok pityóka ledörgöli egymásról a földet, a héjat. És semmi más nem kell, csak ez. Ez a közös gyakorlás, ez amennyire okosak vagyunk itt Kelet-Európának ebben a szegletében, annyira nehéznek tűnik, mert mindenki a saját kis helyét, a saját kis guruját, a saját kis külön zen tanítását keresi, ami csak neked, csak itt, csak most, tudod, így személyre szabva. És kiderül, hogy ez szükségtelen. Ahogy hallottad Ildi bevezetőjében, mindenkinek van buddha természete. Ez az egyetlen egy, ami tényleg közös bennünk, mert a lelkünk és a testünk szerencsére különbözik. Úgyhogy közös gyakorlattal itt, templomi gyakorlattal a Pilisben, és utána egyéni és családi gyakorlattal otthon. Ennek a három pillérnek nagyon nagy jelentősége van. Ha nincs egyéni kezdeményezés és otthoni gyakorlás, ha nincs kiscsoportos helyi gyakorlás, mondjuk hetente egyszer, és nincs évente többször eljövetel a templomba, ahol azért eléggé a gázkart csutkára tudjuk húzni, akkor a gyakorlatod nem bontakozik ki. Olyan, mint az édetlen gyümölcs, amit felszolgálsz salátának, és nincs jó íze, de nagyon jól néz ki, de nem érett, nem ízes. Úgyhogy ezt a gyakorlatot csinálni kell, és azért adjuk hozzá az instrukciókat, ezeket a gondolatokat, válaszokat, hogy végre juss el a cselekvésig. Ezt helyetted senki nem teszi meg. Senki nem fog győzködni. Senki nem fog rád telefonálni. Senki nem fog bíztatni. Vagy elég érett vagy ahhoz, hogy hozz egy önálló döntést, és ezzel közösségbe lépj, ahonnan bármikor elmehetsz, vagy pedig még nem szenvedtél eleget. És aki nem szenvedett eleget, az még fog. Ennyire egyszerű. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Utolsó két kérdés. Egy. Mit kezd a zen az önbizalomhiánnyal? Röviden a történet az, hogy lelki gondozást tanultam, és akár mennyi tanulok, mégse érzem magam felkészültnek arra, hogy munkát vállaljak ezen a területen, és mindig az az érzésem, hogy még nem vagyok elég kész rá. Kész vagy rá.
szeretünk absztrakciókba menekülni, és szeretünk, hogy végtelenségig tudjuk halogatni, ugye már Hamlet már egyszer feljött itt, hogy feljött még egyszer. Ez a oké, hogy azért mondjuk űrhajót például én még ugye azért nem kezdenék el vezetni. De az egészséges felmérés, az, hogy mire vagyok képes, az azért általában megvan. És ilyenkor érdemes tenni egy lépést, konkrét lépést, egy kicsit menedéket venni a tettben, a tevékenységben. Mert egyébként soha nem fogod megtudni. És azzal kezdtem, hogy készen állsz rá, azzal folytatom, hogy nem állsz készen rá. És ez a kettő együtt, ez hozza meg azt a nem tudom állapotot, amit minden tettedbe érdemes pillanatról pillanatra beletenni, mert ettől lesz az életnek veleje. Ettől érzed magad élőnek. Innentől fogva bármilyen tevékenység, legyen az utcaseprés, legyen az űrhajóvezetés, ott van mögötte ez az odaforduló mi ez hozzáállás, és ez az, ami át tud lendíteni. Ugye egy utcaseprő, hogy megkérdezel egy utcaseprőt, hogy mit csinálsz? Ugye, nem, seprem az utcát. Megkérdezel egy másik utcaseprőt, mit csinálsz? Hát, megpróbálok a családomnak pénzt keresni. A harmadik utcaseprőt megkérdezel, azt mondja, hogy hát én boldoggá teszem azokat az embereket, akik itt sétálnak az utcán. Tehát mennyire látod, hogy a kis tett az sokkal többet jelent, és sokkal több emberrel kapcsolatot teremt, mint a hatalmas nagy gondolat. És hogyha ezt felméred, ezt egészségesen belövöd, azért nem tűnsz olyannak, hogy nagyon eltúloznál erre vagy arra a dolgot, hanem muszáj, akkor meg lehet tenni az első lépést, aztán a második lépést, levonni a tanulságot és haladni tovább valamerre. De tenni kell annélkül a just do it, annélkül nem fog menni, és sosem fogod megtudni, de akkor sem fogod megtudni, de már akkor tudod, hogy nem fogod megtudni. Köszönöm szépen. Utolsó kérdés. A tisztánlátásról, hogy honnan tudjuk azt, hogy valóban tisztán látunk, és hogy ez hogyan fejleszthető, és igen, ez. Milyen színű ez a drapéria mögöttünk? Feketés. Feketés. Mennyire fekete? Szürke fele húz. Hát most már ez rosszabb. Olyan fekete, amilyen. Igen. Ugye? Hányféleképpen lehetsz vak, hogyha nem nyúl hozzád senki? Ez az egyik. Kétféleképpen. Az egyik, hogy sötétben vagy. Annyira sötétben vagy, hogy nem látsz semmit. Tehát letakartad a szemedet. Másik vakság az milyen? Amikor olyan fényesség van, hogy attól nem látsz semmit, hogy elvakítanak a reflektorok. Igen. Tehát a szélsőséges gondolkodás, a szélsőséges érzelmek, az mindenféle szélsőség széttépi a látásodat darabokra. Uh-huh. Ezt azért szeretjük mi emberek, mert ezekben a szélsőségekben óriási energia van. Tehát amikor dühös vagy, akkor így robban szét, akkor elképesztően vágysz valamire, akkor így kiterjedsz végtelenségig. Tehát a szélsőségek tapasztalata az, ami az életet nagyon sokszor előre viszi, de szinte mindig rossz irányba. Az, hogy a középúton megmaradj, az egy bizonyos látás és érettség kell. Tehát ezen azért tanítja, hogy az égkék és a fűzöld, hogy ami belül van, azt ugyanolyan tisztán lásd, mint ami kívül. Ezért a zenben a jelenségek nem illúziók vagy valóság, hanem éppen olyan, amilyen. Több energiát, több jelenlétet teszel bele, tovább marad, lásd párkapcsolat. Kevés energiát, kevés jelenlétet teszel bele, elfüstöl. Az egyiket valóságnak mondod, a másikat illúziónak, de ugyanabból van összegyúrva minden. Tehát ne hagyd, hogy a szélsőséges gondolkodás, az elmédnek a duális termékei elfedjék tudatod tükrét,
ezáltal megvakítva, vagy úgy, hogy túl sokat látsz és tudsz tárgyakat, vagy az, hogy semmit. Uh-huh. Ettől a nagyon-nagyon komoly szélsőségtől ettől kell tartózkodni. Uh-huh. Úgyhogy, ha nem ragaszkodsz a gondolkodáshoz, az elméd mindenféle duális termeléséhez, akkor ez a nem azonosulás a tükrödről minden egyes foltot enged lefoszlani, lemosódni, letisztulni, nevezd, ahogy akarod. De ha azonosulsz a termékkel, akkor elveszíted a teremtőt. Igen. Ezért kell az a gyakorlat, ahol visszatérsz a tiszta tér, tiszta tükör tudatához, ehhez a ponthoz, amit nagyon sokféleképpen lehet mondani, de egy mondat nagyon kell ide, hogy megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Akármennyit művelődsz, a Buddha természetedhez az nem fog hozzátenni, és nem fog elvenni belőle. De ha ragaszkodsz a gondolkodáshoz és a megszerzett tudáshoz, akkor az letakarja ezt a tükröt. Hogyha a fürdőszoba tükörre rúzsal rárajzolsz valamit, akármit, az lehet egy nagyon szép jelentésű felirat, hogy szeretlek, vagy ilyen rúzs és ilyen száj alak, de ha elé állsz, pont ott a tükör nem fog tükrözni. Pont ott meg fog vakulni, mert a tükör azonosult a tárgyával. Férfiak, borotvahab, ugyanez. Ha ráfröccsent a borotvahab, ott a tükör megvakult, és nem látod az arcodat. Ott szakállas maradsz. Értjük? Hát azt kívánom mindenkinek, hogy a tudata tükrét tartsa mindig tisztán. Ragaszkodás, hamis azonosulás nélkül. Szabaduljunk meg hamis önképeinktől, illúzióinktól, amelyek mindig is a szenvedés gyökerei voltak és lesznek. Ha így teszünk, akkor tényleg haladhatunk az úton, felébredhetünk a szenvedést teremtő illúzióinkból, hamis gondolatainkból, és segíthetjük egymást a felébredés felé. Köszönjük a figyelmet!